Na sziasztok srácok, itt ez a másik MMO téma, amit szerettem volna nektek itt elétek tárni és megbeszélni, de úgy néz ki, hogy a New World ugye eddig is elég sok mindent összenvedett, de valahogy én úgy érzem, hogy ők így, így előre mennek mindig a pofonért gondosan, nem tudom miért jó ez nekik, ugyanis ha megnézitek, jelenleg az a cikkecske előttem azt mutatja, hogy bemutassuk a mi kis játékban lévő sztórunkat. Ami hangoztatva van, hogy az augusztus 31-en launch után egy csomó ideig csak és kizárólag kinézeti opciók lesznek elérhetőek a boltba, mert hogy ők nem akarnak pay to csinálni. Ahhoz képest rögtön az első alfában, amit bemutattak, azok mindenféle érdekes dolgok voltak. Például Crafting XP Booster, tehát hogy gyorsabban fejlődjék Craftingból, vagy Normál XP Booster. Úgyhogy ezt gyorsan kivették, amikor hallották, hogy felhördültek az emberek, viszont attól ők még büszkén itt írnak mindenkinek, hogy de jó, van egy játékbeli bótunk, ahol lehet venni dolgokat. De csak kinézetet, mert annyira figyelnek a játékizére. De majd később, majd lehet venni. Majd XP-Boostert, érted? Majd egy év múlva, hogy a új játékos még akar jönni, és nem maradjon le annyira, hogy hamarabb tudjon a nagyokkal játszani, akkor majd lehet venni. Annyira jó fejek, érted? Mármint, most gondold végig hogy egy év múlva te csatlakoznál ehhez a játékhoz, és van rá lehetőséget, hogy megvetted drága pénzért, hogy még költsél pénzt. Ahelyett, hogy hm, eltelt egy év a játék launch óta, ez a karakter, ez az account most egy évvel később készült, akkor mi lenne, ha kapna egy 20-30% XP boostot, vagy 50%-ot, hogy gyorsabban fejlődjön alapból. Tehát csak azért, mert ő most indította a karakter. Biztos vagyok benne, hogy így pár ő nem túl okos ember felhördülne, hogy de hát így akkor a nolájferek fogják magukat, és vesznek egy új accountot, és akkor utána gyorsabban fejlődnek. Úristen, ez annyira pétuvin. De igazság szerint miért az újoncot akarjuk szivatni azzal, hogy extra pénzt fizessen, hogy fizessen a játékos, aki már beleölt a játékba, elképesztően sok pénzt, és még mindig. Mert szereti, hagy vegyen ő a Mert hogyha amúgy meg XP booster lesz, akkor nem lesz pay to win. De hogy nem, ugyanúgy pay to win lesz. De benne lesz. Tehát ezt már most így megmondom nektek, hogy így, hogy bemutatták, hogy van saját boltunk, onnantól fogva nem tudom mennyi időnek kell eltennie, amíg megjelennek a mindenféle XP és egyéb boosterek, ami akár vezethet p 2 win is teljesen, tehát a instagibbelős epic fegyver 200 dollárért, és figyeld meg, hogy ki fogják venni, mint a cukrot. Vagy 500 dollárért is, tehát bánák tartják el ezt az játékipart sajnos, de pont ezért, mert hogy belerakják nekik ezeket a dolgokat. Tehát aki játszani akar, az néha alul marad azokkal szemben, akik meg inkább fizetnek csak, hogy ne kelljen játszani. De hogy ők legyenek a legkeményebbek. Úgyhogy ez a legrosszabb hír, amit az utóbbi időben erről a játékról hallottam, hogy alfa tesztelik a shopot. Mert azt is ki kell tesztelni. Mondjuk, hogy minek kellett belerakni, azt nem is értem. Ez főleg az a legszebb benne, hogy itt nem is tárgyalják, de azt vették észre az alfában páran. Igaz, hogy NDA van, nem beszélhetnek róla, de megoldották, hogy kiszivárogjon, hogy nem sokkal azelőtt, hogy bemutatták a boltot, a pihent XP-n csökkentettek. Mármint úgy képzétek el, hogy azt mondják, hogy nagyobb lehet a cap, többet tudsz összegyűjteni, viszont sokkal lassabban fogod tudni összegyűjteni, mert hogy a csökkentés az ott ért, hogy eddig két pont vagy két százalék volt óránként, most egy lett, tehát lefelezték. Tehát hiába tudsz sokkal több resp. összegyűjteni, viszont ezt sokkal lassabban teszed. Ugye ez már a játék dizájn, a ingém boldba tolja a játékost. Így ezért undorító, hogyha valahol egy ilyen shop van, amikor ezeket az apróságokat úgy állítják be gondosan a játékban, hogy aki egy nagyon pici türelmetlen, viszont nagyon könnyen eljár a bankkártyája, azok meg tudják oldani. Hát ez tulajdonképpen amúgy mindenkinek rossz, tehát azok, akik nem tudják nagyon irányítani, hogy mennyit költenek meg azoknak is, akik meg normálisan játszanának, és már egyszer kifizették a játékot, mindenkinek rosszabb lesz ettől a játék élménye, úgyhogy nagyon örülünk, hogy jelenleg a New Worldnek már alfa tesztelik a ingém shopját, még cikket is írnak róla, hogy milyen jó lesz, és szénné ígérgetik itt, hogy csak kizárólag kozmetikai lesz, és akkor lesz majd csak sok, mit tudom én, jövőre lesz benne az XP booster, de ez a probléma, hogy ők már terveznek már most jelen pillanatban az XP boosterrel, és már alakítják hozzá a rendszereket, úgyhogy ez nem igazán szép, azt kell, hogy mondjam. A másik, amit meg többen megjegyeztek, az ez, hogy a cash-okban kapható kinézeti dolgok nem néznek ki túl izgalmasan, ezt Kira TV mondta. Én néztem, igazság szerint ugye a játékban az alappáncélok meg ez képest, ezek mondjuk egész jól néznek ki, de még akkor is elég gagyi. De hát vannak azok, akik bármennyi pénz hajlandóak adni egy MMORPG-be csak, hogy menő nézzenek ki. Aztán közben ugyanezt a mackót hordják tíz éve. Szóval erre lehet szállítani, tehát sajnos ott tartunk a New World megjelenés közeli hírekben, hogy azzal vannak elfoglalva, hogy működjön, hogy tudjon vásárolni a játékos dolgokat, és úgymond előkészíteni hozzá a rendszert, hogy akkor, amikor eldördül a startpisztoly, akkor jöhessenek a pay dolgok. És figyeld meg, hogy fogják venni az emberek, hiába háborgunk itt jó páran ezen, hogy ez így amúgy neked nem jó üzlet, nem, hát neki teljesen jó. Neki nincs ideje játszani. Akkor miért játszol ezzel? Nincs időm játszani, én sem TBC-zem, most inkább nektek beszélek itt. De úgy láttam, hogy azt mongolt bácsi megnézte a TBC tuberkulózis, ja nem, The Burning Crusade-ben a elhagyatott klasszik szervereket, ugye, hogy a játékosok átvitték a hatvanasaikat a ízére a Burning crusade és ilyen elnéptelenett pár tíz játékossal vannak azok a klasszik szerverek, amiket megnézett. Nagyon cuki. Én azt is mutogathatnám nektek, de hát a legtöbbetek már játszott a Burning Crusade, de és azt mondja, hogy jó, köszi. Elég volt belőle egyszer is ennyi. Nem is, pára nem is értik, hogy egyetem miért kellett. Természetesen új monetizáció kellett a Blizzardnak. Mert például ugye a klasszik szerverre, ha emlékeztek, az az volt, hogy befizeted a havi World of Warcraft előfizetésedet, és tudsz a klasszikkal játszani, szájba. Ugyanúgy, mint a rendes, úgymond ritéllel. De a Burning Crusade is így működik, de mégis tudsz fizetni, tehát természetesen, tehát a kezdő egy karaktered után szeretnél egy másikat is átvinni a klasszikból, az már külön pénz, 40 eurónak vagy dollárnak megfelelő összegbe. Ja, meg lehet hozzávenni egy ilyen Super edition ami 70 dollár, tehát ha utána számoltok, ez amúgy egy PS5-ös játék, ami 4K-t tud ára. És ez a Burning Crusade, ami 10 éves. Úgyhogy marha jó. Persze jár hozzá Exclusive Mount, hogy azt mongolnak meg kelljen venni, hogy belekerüljön a gyűjteményébe. Értitek? Szóval jó fej a Blizzard, csak azzal foglalkozik, hogy minél jobb legyen a játék monetizációja. Szóval úgyhogy éppen nem látjátok tőlem a Burning Crusade klasszik videót, és nem is érzem nagyon magam feltűzelve, hogy csináljam. A klasszik még jó pofa volt, de most már gyakorlatilag a klasszik játszhatatlan. Tehát Burning Crusade-ba kell átvinned, és azt sem tartom túl izginek. De viszont nagyon közel van az új Elder Scrolls online kiegészítő megjelenése, úgyhogy arra át kellene nagyon gyorsan fókuszálnom, hogy igyekszem azzal is foglalkozni, amint megvan az mindenféle jóság, amit kinyertem belőle, meg a videóanyag, akkor azonnal mutatom nektek. Úgyhogy ez volt a másik MMO jellegű hírem, úgyhogy lájkoljátok a tetszett, kommentekbe, mondjátok meg a véleményeteket arról, amit most elhangzott ezzel kapcsolatban monetizáció és a hozzáhúzott játékmenet például. És aztán majd hamarosan valami más érdekessége próbálok megjelentkezni. Sziasztok, pápám!